Ég már a retinád? Máni! Drága gyermekeink! Odakülne szakad az eső. Mi meg jó vagyunk lakva. Igen, úgyhogy lehet, hogy most 10 percig nézitek, hogy alszunk. Szevasztok srácok, én Jan vagyok mellettem, BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Többen is küldtétek nekünk, hogy a Leponex zenekarnak új hangzó anyaga van. Majdnem mondtam, hogy képanyaga, de igazából hát lirik videó, úgyhogy végül is félig meddig az. Az a címe, hogy lent. Lenn az utcán, nincsen kegyelem. Lenn az utcán, nincsen szerelem. Ugye a hashtag pokol után szerintem ez egyértelmű. Igen. Vagy nem tudom. Tökre szerettük a srácoknak az EP-jét, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. 6,5 perces a dal, ennyit tudunk róla mindösszesen. Úgyhogy szorítsátok össze a farpofátokat, aztán vágjunk bele. Ja. Menjünk lent. Menjünk lent, jó. Szeretném kérni Dorothy-tól a Papírhajó című. Ja, tényleg. Ein Dorothy-tól, bocsánat. Ein? Ein, zwei. Azt, hogy ein, zwei, drei! Bocsánat. Jó. Mi? A Papírhajó? Nem, azt hittem, hogy már csak egy kép, de ja, videóhoz van folyamatosan. Csökkög az eső. Az lehet. Summer kill, angol időjárás van. Summer kill. Köszi. Sőt, most elindult. Akkor már lassan a lengyel időjárás. Zaporozik. Francia meg a de la víz. Aj, Istenem! Végre eléred. Igen. Spanyoloknál van ilyen szó, hogy egybeolvasztál. Mágma, de az nagyon sokat találkoztam már ezzel. Na mi lesz a csavar, gyerekek? Befordult a hajó. Igen, az nagy csavar, valóban. Mindjárt kifut. Elintegetik száll a szemtomból. Mint a Titanicon. Ez tó közepében első. Valaki próbálja vissza a hajót. Igen, lehet, fönnökött a hajót. Már van, hogy már ott. Én is erre gondoltam. De visszamegy, nézd meg. Végül is be volt gyorsítva a kép. Jó. Szóló! Köszönöm.
ki van használva a három gitár, ollé? Már hogyha még mindig három gitár van, azt nem tudom. Úgy! Jó, hát ezt mondjuk nem láttuk jönni. És már azért, mert ezt mondjuk lehetett azért. Jók ezek az effektek. Nem mind. Ez most fura volt, de... Ez. Oké. Okay. Jó. Mégse. Oh. Úgy. Na, új Leponex dal. Igen. Lent. Nem hiszek. Ezt én... Igen. Kihallottam belőle. Elég erőteljesen, mint mondani valót. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy 6,5 perc volt ebbe a dalba. Igen. Így... kihasználtság szinten. Nyilván a refrén meg az utána levő rész tök jó volt. Nyilván a blesztelős durvulás is tök jó volt, meg nyilván az elszállások is elég jók voltak, főleg mikor így a három gitár ki van használva. Lehet, hogy egy kicsit túl lett húzva, így élvezhetőségi faktorában, így talán kicsit elvett belőle az, hogy így tudod, hogy jönni fog valami, de még várjál még? Még tudod, de jönni fog, de várj egy picit, még kell, na most! Tehát én ezt nem biztos, hogy éreztem, hogy kell lesz 6,5 percben. Egyébként megvolt a helye mindennek, csak picit, hogy mondjam, sok volt közöttük. Azt mondom, hogy tudtuk, hogy jönni fog a durva, vagy gondolom sejtettük, csak. Meg mit szimbolizált a papírhajó? Nekem az is érdekel. És hogy így volt a jó, hogy nem fut ki a végén, vagy akartál, hogy kifusson, csak nem jött össze? Vagy olyan hosszú volt a dal, hogy elázott és elsüllyedt. Bocsánat! De tényleg, te mit szimbolizáld? Mert ez az elengedés volt a végén, hogy ilyen mágiára küldik a halottakat? Vagy hogy mi volt ez? Lehet. De akkor föl kellett volna gyújtani. Hashtag pokol. Egy hajót, ne gyűjtesz fel. Hát, lángoljék. Ott a víz. És lent, oda lemegy. Mondjuk az igaz. Akkor ilyen szempontból a Titanic az hasonlat, az megműködött. Igen. Na jó, hát ezt így még van. Lehet, hogy fejtegetjük egy még ideig. Még ezt hogy... fejtegessétek velünk ott alantabb, vagy nem tudom. Ott lent. Ott lent. Jaj, igen. Bocsánat, elnézést kívánok. Szóval...
Ha nem lenné, drága kollégám, barátom, ki kellene találni? Nem kéne, nem. Nem? Nem. Na, srácok... Ki szórakoztatna akkor engem itt? Mondjuk az is igaz. Meg a srácok. Ja, igaz, az is igaz. Így is azt mondja mindenki, hogy egy nagyképű tuskó vagyok. Mindegy, engedjük el. Pedig csak, te tényleg egyébként csak ilyen vagyok. Tehát, hogy mindig egy visszanézem így a videót. Nem is vagy nagyképű. Köszönöm. Látod? Köszönöm. Köszönöm. Szóval, mondjátok el, hogy mit hallottatok itt az új Leponex-szel velünk együtt. Én még mindig bírom a srácokat, és még mindig szeretném látni egyébként élőben azt, hogy a három gitár hogy működik együtt. Én engem ez nagyon-nagyon érdekel, úgyhogy legyen már vége, azt menjünk már, aztán, na, érted? Igen. Meg egyébként, hogy ez az énekhang hogy jön ki élőben, az is érdekel. Mind a mély, mind a tiszta. Igen. Valamennyire tiszta. Hogy milyen hatása van ezek szép részeknek élőben? Akár például azt is. Így az egészet megnézném, mert egy tényleg egy érdekes és jó bandának tűnik ez a Leponex. Úgyhogy, na. Srácok, mondjatok el bármit, bárhol. Ja, ide iratkozzál, süllyedjél. Sziasztok. Szevasztok. Ebben a világban senki sem hibátlan.